Szeretettel és tisztelettel köszöntöm vendégeinket, a jelenlegi és a régi kórus tagokat, hozzátartozóinkat, mostani gimis és volt kollégákat. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket és eljött a koncertre. Hangos Béla szavait hoztam el önökhöz. Az ünnepről általában két hozzanatot emelnek ki, hogy a hétköznap értelme itt lepleződik le, és hogy a légkör Isten jelenléttel telik meg. Én úgy gondolom, hogy a 65 éves gimnáziumhoz és az 50 éves énekkarunkhoz ez a légkör most megteremtődött. Ezért felkérem Bocsai Bernyi tanárnőnk karnagyot, mondja el ünnepi beszédét. Régen hallottalak benneteket igazán nevetni, tiszta szívből kamaszosan rögyögni a pult előtt és alatt is, és tiszta szívvel énekelni. Pedig annak idején mennyiszer izgultunk végig közösen a fellépés előtti pillanatokat, a zsűri tagok értékelését. Hányszor mondtuk azt, hogy tényleg mindent, de mindent megtettünk, hogy a közönségnek és önmagunknak is a legtöbbet adjuk. Bizonyítsuk, hogy mi képesek vagyunk a legnagyobb átélésre, átlényegülésre, hogy akár két tanóra közötti rövid szünetben próbálva is varázsolni tudunk, és nagy harmóniát tudunk teremteni kamaszos területben. A kórus mozaik az életekből, talán a legfontosabb darabka. A kamaszkori útkeresés pillanataiban hagyhattad itt önmagad, majd vitted tovább a részedet. Folyamatosság, kitartás, délutáni próbák, olykor délelőtti szünetekben lopott összeéneklések, teljes egészé forró zeneművek jellemezték ezt az 50 évet. Az alapító karnagy dr. Varga András, akit személyesen én is ismerhettem. Fiatal kórusvezetőként találkoztam vele. Ekkor ő nyugdíjasként látogatta a gimnáziumi karácsonyi tavaszi hangversenyeit. A pécsi Nagy Lajos gimnáziumban közös koncerteken Ivasikba Mátyás tanárokra felidézték a régi emlékeket. Ilyen alkalmakkor jó meglátásaival és elemzéseivel iránymutatott nekem a folytatáshoz. A kórus első sikerült dr. Varga András vezetésével 1970-es, 80-as években ért el hazai és külföldi fesztiválokon. Például 1984-ben a belgiumi Nervetben megrendezett 32. Nemzetközi Ifjúsági Kórus Fesztiválon 117 résztvevő közül kiemelt első díjat nyert Fumlaude minősítéssel és a Kulturális Miniszter plakettjével. Egy kórus számára mindig elismerése egy zeneszerző kitüntető munkájával. A gimnázium énekkarának készített egy-egy darabot Tillai Aurélia, Szabó Csaba. Bártos Lajos tanár úr a kórus kalvát felajánlotta, szívesen komponál egy művet. Dr. Varga András Nagy László Gyögyörű Bartók ünnepe című versét választotta irodalmi alapul. Ebből született a kórusnő, melynek ősbemutatójára 1981. április 25-én került sor. Dr. Varga András nyugdíjba vonulását követően Laggyöngyi vette át a vegyeskar vezetését, és folytatta a kórus hagyományokat 1994-ig. Karácsonyi tavaszi hangversenyeket szervezett, diáknapokon éneklő ifjúság minősítőn vett részt énekkarosaival. Kedves Gyöngyi, nagyon örülünk, hogy itt vagy, fogad szeretettel a virágcsokrot tőlünk. Szervezésében kezdtem meg a karmanyi munkámat.
sem, ami a régi hagyományunk miatt megtisztelő, de igen felelősségteljes feladat a szétségében. A legnagyobb kihívás a folyamatosság fenntartása, a ballagunk miatt az évről évre megújulás jelenti. A zene segít megbírkozni a mindennapi nehézségekkel. A zene és a közösség ellazít és felindít, önbizalmat ad. A közösségi erő sokszorozódik. A létrehozott energia sugároz és többlet energiát ad. Úgy érzi az ember, hogy mind tökéletes. Így a kórusokon közül különböző zenei formációk alakultak az évek alatt. Népdalénekű csoportok, női kar, férfi kar, énekegyüttesek, kamarazenekarok. Itt alakult meg 1997 novemberében a Viadana kamarakórus. Köszöntöm, egykori tagjaik vannak itt egy páran. És Széchenyi István Gimnázium fiatal a kamarakórusaként működött 1999-ig. Jelenleg a Kistulipán, Újvárosi Kisbolytárok, Piros Pántika, Viola, Ne felejts Révdal csoportok és a 8 osztályos gimnázisták Kapella kórusa működik. Köszöntöm a kapellásokat a néző sorainkban. Néhány fontos eseményt és elismerést szeretnék kiemelni a kórus életéből. Pillai Aurél zeneszerző 80. születésnapjának megünneplése. Bárdos társaság meghívása Régi Zene Akadémiára, Dalzóczi Bárdos tanáról jelenlétével. Békés Tarkosi zenei napokon éneklés a Békési Református templomban. Dréta Antal egyházzenei találkozó Mezőfalván. Egyes kavával, közösségű oratórikus darabok megszólaltatása. Ennek eredményeként 10-nél több igazista éneket New Yorkban, Carnegie Hallban. Dorkóti Adventi koncert. Meghitt karácsonyi műsorok a Városháza jövőtére, jószolgálati otthonban, idősek otthonában. Magyar dal napja a Városháza téren, pauza koncertek, helikoni ünnepséget a Várva Vár helikonok 7 évente. Földvilág éneklése több mint 1000 énekessel keszthelyen. Énekrőfűság minősítők és Fejér megyei diákok Székesfehérváron és Dunaújvárosban. Erkel Ferenc, Tavai József emlékhangú verseny, Fogd a kezem programok, Művészetek völgye, közös szereplés, a Zenemi Mennyi Egyesület, Parafonia zenekarával. Nekik hagytuk ki ezt a széles helyet, mint a kórus és önök között. Nagyon-nagyon nagy az embatos vonalogó, úgyhogy úton vannak, ezért nagyon kreatívan döntöttünk, és úgy döntöttünk, hogy elkezdjük a műsort, lesz benne egy kis csapa, úgyhogy majd számítsanak mindenféle izgalom. A város kultúrák intercizé Dunai Város kultúrájáért díjat adományozta 2008-ban a vegyes karnak. Háromszoros évkórusa címük van, sok-sok aranyminősítés, kategória díj, gála szereplésünk díj. Köszönöm a gimnázium mindenkori vezetőjének és a kollégáinak a támogatását. A régi és jelenlegi kórus tagoknak a közös művészeti munkák. Itt vagytok, hogy halljuk benneteket, hogy ünnepé formálódjon ez a nap. Itt vannak barátaink, a Zene Mindenkié Egyesület tagjai, és remélem, hogy nem sokára tényleg ide is érkeznek. Az ő vezetőjük Fabényi Réka, az Egyesület vezetője Erdősné Simon Katalin. Ebben az évben prima díjra jelölték őket. Ha ránéznek a székükre, vagy a önök széke melletti székre, találnak egy papírt.
Nagyon szépen kérjük Önöket, hogy a Prima jelölt Paraszkúria zenekarra közös erővel majd valamikor egy SMS-ben támogassuk őket. Az együttes pólója is érkezik, és aki szeretne zeneminekké pólót vásárolni, az Egyesületben majd megteheti. Köszönöm az énekarosaim nevében, hogyha az iskola alapítványának számára támogattak minket, szívvegyes kard címszó alatt. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy együtt ünnepelhetünk. Boldog születésnapot, szívvegyes kard, legyen az eredmények. Yeah.
És most, hogy én ezt úgy akarom, hogy ilyen sok nagy szeretetben szeretnék őket majd bemutatni, de akkor azt már megteszem akkor, amikor már tényleg így lesznek. Már szimbolikus zenekarnak a vezetőjével is találkoztam éppen az előtt, és szeretném neki is nagy köszönetet mondani, hiszen az utóbbi 15 évben nekedtek olyan koncertünk volt, amikor történetben Budapesten, gyere, hagyom, úgyhogy most egy újabb közös ünnepés, és olyan
folytatnánk most egy olyan darabban, hogyha megérkeznek a parantóniások, amely már Norit kérdezem. Thank you.
belőle, és László Zedánszker. Olyan gyerekekből, akikhez közel állt a zenei
van, de ugye 20 év az nagy idő, a gyerekeimmel felnőttek, fiatal felnőttek lettek, de a zene szeretete és a muzsika öröme a mai napig összetart, összekovácsol minket. A Parafónia zenekar 14 tagú, bár most csak 13-an vagyunk itt, 13 értelmileg akadályozott fiatalból áll. Mi nem a hagyományos ötvonalas kottából tanultunk meg muzsikálni, hanem egy speciális módszer segítségével, aminek a neve a speciális színes kotta, és ennek a lényege és egyszerűsége abban rejlik, hogy a hangok helyét különböző színek, színes és geometriai ábrák jelölik, amik megtalálhatóak a gyerekeik hangszerein, illetve a kottában. Ezzel a módszerrel igazából minden műfaj átírható, a gyerektartók kezdve a népdalokon keresztül a klasszikus zenén át a könnyedebb műfajig, de a Parafónia zenekar klasszikus zenét játszik, a zenei irodalom és történelem nagyjainak speciális átiratai, de műsorunkon magyar és más népek dalai, valamint régi korok történelmi zenéi, dalai, muzsikái csendülnek fel, de egy picit kitekintünk a könnyedebb műfaj elé is. A módszerhez hozzátartozik, és meg lehet majd figyelni, hogy a tanítványaink között fiatal pedagógusok, gyógypedagógusok ülnek, ők a zenei asszisztensek és egy hosszú pálcával segítik a kotta olvasását. Hát a rövid bevezető után csendül jön fel a muzsika, úgy állítottuk össze a műsort Mancsival, Tonáltővel, hogy először a Parafónia önállóan játszik, majd pedig a gimnázium kórusával együtt fogunk muzsikálni. Először csendüljen fel Johann Sebastian Bach R. Thank you.
zenében, maradunk még a barokk zenénél, egy szintén egy közismert csendő fel, Pachelbeltől a Kármán.
minden is a következő Green Sleeves. Thank you.
csodás estét. Nagyon szépen köszönöm a Parafónia zenekarnak, hogy itt voltak. Nagyon szépen köszönöm a ott és a mostani kórustagoknak. Szívet melengető volt minden egyes szám. Van, amelyiket meg is könnyeztem egy picit. És én nagyon szeretném majd köszönni Marcsinak is ezt a csodás délután, és fogadtam.